témám, nyelvi tévhitek, magyarul, a magyarról is. Olyan témákról fogok beszélni, amelyek mindenki által értett dolgok. Három ilyen témát szoktam általában felvetni, amikor a nyelvről beszélünk. Ezek közül az egyik az a foci, ami Magyarországon kvázi nemzeti sport. A másik a gyereknevelés és oktatás, amelyet mindenki megél valamilyen formában. A harmadik pedig a nyelv, illetve a nyelvek használata. Vessünk ezekre egy pillantást most szép sorjában, hogy milyenek is ezek a témák. Először is a foci nemzeti ügy, nagyon sokat találkozunk vele, mindenki viszonyul hozzá valamilyen módon, mindenki valamilyen álláspontot képes kifejteni ezzel kapcsolatban. Mindenki felnőtt valahogyan, mindenki megtapasztalta a saját gyerekkorát, sokan a szerencsések közül már saját gyerekkel is rendelkeznek, így a saját gyerekeiknek a gyerekkorát is megéltik, így aztán van tapasztalatuk arról, hogy milyen gyerekekkel bánni, milyen oktatni, nevelni. A harmadik ilyen univerzális, mindenki által ismert témakör, az pedig a nyelv, a nyelveknek a használata. Legyen az akár anyanyelv, akár idegen nyelv, akár második nyelv. Ezekről beszélnénk egy kicsikét, ezek közül nyilván a nyelveken lesz most a hangsúly, vessünk egy pillantást ezekre a témákra. Nagyon érzékeny téma, mivel mindenkit valamilyen módon személyesen érint. Ráadásul az anyanyelvi nevelés, oktatás hatására mindenki kialakított valamilyen fajta érzelmi viszonyt a témakörrel. Gondoljunk csak arra, hogy mindannyian eltöltünk legalább 8 évet általános iskolában, a szerencsésebbek még legalább 4 évet középiskolában. Ez alatt végig tanulnak legalább magyar nyelvtant, és legalább egy idegen nyelvet, általában kettőt is. Ezek az évek meghatározóak abból a szempontból, hogy hogyan viszonyulunk a nyelvekhez, akár az anyanyelvhez, akár az idegen nyelvekhez. Mivel ennyire nagyfokú érzelmi töltéssel rendelkezik a kapcsolatunk a nyelvekkel kapcsolatosan, ezért nagyon nehéz megváltoztatni bárkinek az álláspontját, a hozzáállását a nyelvekhez. Nézzük meg akkor most azt, hogy mégis milyen tévhitek tartják magukat nagyon erőteljesen általában a nyelvekkel kapcsolatban, így nyilván a magyarral kapcsolatban is. Ezek a nyelvi tévhitek, bár a magyarról kerülnek, magyarral kapcsolatban kerülnek bemutatásra, nem csak a magyar nyelvvel kapcsolatban merülhetnek fel. Ahogy be fogjuk mutatni, nem csak a magyar anyanyelvűekre jellemző az, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy körülbelül hányan beszélik a nyelvet, és hol helyezkedik ezzel a nyelvek rangsorában, vagy éppen, hogy mi a jellemző a nyelvnek a történetére, a történeti változásokra, illetve arra, hogy ez jobbá, vagy rosszabbá, vagy egyszerűen mássá teszi a nyelvet. Ugyanilyen problémával néznek szembe, ugyanilyen dilemmákat élnek meg nap, mint nap a mandarin kínait, a hindit, a spanyolt, a portugált, a németet beszélő, anyanyelvi beszélők is. Gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy ezek a dilemmák is egyfajta nyelvi univerzálék, amik mindenkit foglalkoztatnak. Az első nyelvi tévhit, amit érinteni fogunk, az az, hogy a magyar egy kis nyelv, kevesen beszéljük, ugye egy nagyon kompakt kis közösség használja csak ezt a nyelvet, ezért aztán a kis nyelv védelemre szorul, meg kell óvni a nagyobb nyelvek, idegen nyelvek hatásaitól. A második témánk a nyelvek, így a magyar nyelvnek a változása lesz az idővel, illetve az, hogy ebből mi következik, mit tapasztalunk a nyelvi változás kapcsán. A harmadik pedig az, hogy a nyelveknek változatai vannak, akár időben egymástól eltolva, régebbi, jelenlegi, frissebb, akár területileg egymástól elválva, egy bizonyos területen beszélt változat, egy másik területen beszélt változat. Ezek között milyen kapcsolat van, ezek összehasonlíthatók-e, jobbak-e a másiknál, szebbek-e, igényesebbek-e? Ez egy olyan kérdés, amiben általában nagyon sokan állást szoktak foglalni. Nézzük ezek közül az elsőt. Ha azt vizsgáljuk meg, hogy a magyar, mint anyanyelv, hány ember által használatos, akkor azt látjuk, hogy körülbelül 13 millióan beszélik jelen pillanatban a magyart, mint anyanyelvet. Ha sorba rendezzük a világon beszélt nyelveket, és azt szerint rakjuk őket sorba, hogy hány anyanyelvű beszélőjük van, akkor nagyon érdekes eredményeket kapunk, általában nem várt eredményt kapunk. Hogyha megkérdezünk naív beszélőket, akiknek nincs nyelvészeti végzettsége, akkor a ma beszélt 5-6 ezer nyelvből a magyart általában a középmezőnybe szokták elhelyezni, tehát azt mondják, hogy általában 2000-3000 helyezés közé esne a magyar. Ehhez képest, hogyha egy pillantást vetünk erre a sorrendre, akkor azt látjuk, hogy a világon beszélt nyelvek közül a magyar biztosan benne van az első 100-ban,
de még inkább úgy néz ki, hogy benne van akár az első 80-ban, és a 70-hez van egy kicsit közelebb, 70. helyhez van egy kicsit közelebb. Ugyanis azt találjuk, hogy a világ népességének jelentős része az általában nagyon kis nyelveket beszél, amelyet nagyon kevesen beszélnek. Ha megnézzük ezt a rangsort, akkor az első néhány nyelv, amit itt találunk, azok olyanok lesznek, mint a mandarin, ugye a kínainak az egyik változata, a spanyol, az angol vagy a hindi. Ezen nyelveknek mindegyiknek több százmillió anyanyelvű beszélője van. Méltán soroljuk őket ennek a listának az elejére. A magyarnak ugye a 11 néhány millió beszélőjével hát többedik helyezés jut csak, de azért nem annyira kerül hátul a sorban, ugyanis több százmillió beszélővel, vagy százmillió fölötti beszélőszámmal csak nagyon kevés nyelv rendelkezik, körülbelül 10-11-2 ilyen nyelvről tudunk jelen pillanatban a világon. A következő nagyobb csapat az, ahol néhány tízmillió beszélő van, ebből már majdnem 100 van a világon szerte. Ez viszont azt mutatja, hogy az 5-6 ezer nyelvből csak 100-110 olyan nyelv van, aminek legalább 10 millió körüli beszélője van. Azaz, a nyelveknek kb. 2-3%-a rendelkezik ekkora beszélői tömeggel, ami egyúttal akkor azt is segít kikövetkeztetni, hogy a túlnyomó többségnek nagyon kevés beszélője lesz. Ezért tehát a magyar nem szorul igazából védelemre, ez egy nagy nyelv, hanem is a legnagyobbak egyike, azért elég nagynak számít. Az is egyfajta nyelvi tévhitként fogható fel, hogy egy nyelv mennyire nehéz. Mennyire nehéz abból a szempontból, hogy valaki megtanulja, mint idegen nyelvet. Ebben is nagyon jók vagyunk mi magyarok, van egy olyan általánosan elterjedt hit, hogy a magyar az egyik legnehezebben megtanulható nyelv a világon. Ilyenfajta nyelvészeti jellegű összehasonlító rangsor nem létezik, a beszélők számát könnyű összehasonlítani, a nyelvek nehézségét nem. Azon egyszerű oknál fogva, hogy a nyelv nehézsége múlik azon, hogy kinek a számára mennyire nehéz a nyelv. Egy rokon nyelvet beszélő számára mindig sokkal könnyebb megtanulni az adott nyelvet, amely szerkezetében hasonló, mint valaki olyan beszélő számára, aki egy teljesen eltérő, más nyelvcsaládba tartozó nyelvet beszél. Egy német számára könnyű megtanulni angolul, nyilván nehezebb magyarul. Valószínűleg egy hanti vagy mancsi anyanyelvű beszélőnek könnyebb magyarul megtanulnia, mint mandarin kínaiul. Innentől kezdve tehát nem lehet azt mondani, hogy lenne egy univerzálisan felállítható rangsor. Lehet egy nyelv szempontjából, hogy egy magyar anyanyelvű beszélőnek mely más nyelvet relatíve nehéz megtanulni, vagy nehezebb, mint másokat, de univerzális ilyen jellegű rangsorról nem tudok, és nem is nagyon lenne értelme ilyet készíteni. Nézzük a következő ilyen mítoszt. A következő mítosz az, hogy a nyelvek, ahogy változnak az idővel, általában egyre romlanak. A beszélők azt élik meg, hogy ahogy korábban beszéltek a körülöttük lévő emberek, azok az jobb volt, mint ahogy most beszélnek. Először is nagyon természetes dolog az, hogy egy nyelv változik, hiszen a körülöttünk lévő világ változásait a nyelvnek vissza kell tükrözni. Ha nem így tenne, akkor nem lenne jó kommunikációs eszköz. Az új dolgok megnevezésére új szavak kellenek, a kikopó régi dolgokat megnevező szavakra a továbbiakban nincs szükség. A nyelvek azonban nem lesznek jobbak vagy rosszabbak, még csak azt sem mondhatjuk, hogy általában bonyolultabbak vagy egyszerűbbek lesznek, hanem ezek a fajta változások általában keveredve mennek végbe. Van olyan változás, ami egyszerre okoz nagyobb bonyolultságot a nyelv egyik területén, és egyszerűsödést a nyelv másik területén. A különböző korokban beszélt változatok között emiatt aztán nincsen minőségbeli különbség. A nyelv egy korábbi állapotában ugyanolyan jól hasznos eszközként használták a beszélők a nyelvet, mint ahogy a maiak, és várhatóan a későbbiekben, a jövőben is így lesz ez. Miért érzik akkor mégis úgy az anyanyelvi beszélők általában, hogy a nyelv az romlik, az változik, és általában negatív irányba változik? Az lehet erre a magyarázat, hogy ahogy az ember idősödik, általában kiszorul azokból a csoportokból, ahol a nyelvi változások elsősorban végbe mennek, hiszen a nyelvi változások tipikusan a 10-20 évesek nyelvhasználatában következnek be először. Így ahogy ebből kiszorulunk, úgy érezzük, hogy nem vagyunk részesei a folyamatnak, számunkra ez különös, szokatlan, új, ezért kicsit talán félelmetes is, de minden esetre szokatlan, és a legegyszerűbb ezt megbélyegezni úgy, hogy hát ez nem annyira jó, mint korábban. Abból, hogy a nyelv különböző korokban beszélt változatai egyenrangúak, egyformájúak, következik egy másik megfigyelés is, egy másik tévhitnek a cáfolata, az pedig az, hogy az egy időpontban különböző helyeken, különböző társadalmi csoportok által használt nyelvváltozatok között minőségbeli különbség lenne. Hogy az egyik nyelvváltozat hasznosabb, jobb, szebb, cizelláltabb, választékosabb lenne, mint a többi. Mindegyik nyelvváltozat tökéletes a maga módján,
Nyilván különböznek egymástól, de ez nem jelenti azt, hogy bármelyik jobb lenne a másiknál. Elterjedt az a tévhit, hogy egy nyelvet egyféleképpen lehet helyesen beszélni, holott ha a természettudományokhoz hasonlóan mi is objektíven, úgymond deskriptív módon állunk hozzá a nyelvtudományhoz, illetve a nyelvekhez, akkor az a feladatunk, hogy azt írjuk le, azt magyarázzuk meg, azt modellezzük, ahogy az anyanyelvűek beszélnek. Ha ezt tesszük, akkor azt kell feltételeznünk, hogy minden anyanyelvű tökéletesen bírja a saját anyanyelvét, illetve anyanyelvi nyelvváltozatát, ezért aztán nekünk az a dolgunk, hogy azt írjuk le. Ugye a fizikusnak is az a dolga, hogy azt írja le, hogy a különböző mágneses pólusok vonzzák egymást. Egy fizikus nem fogja azt mondani, hogy mennyivel jobb lenne, hogyha a két pozitív pólus vonzaná egymást. Ahogy egy valódi deskriptív álláspontot képviselő nyelvész sem fogja azt mondani, hogy mennyivel szebb lenne, ha a nyelv így működne. Ebből tehát azt a következtetést lehet levonni, hogy a nyelvváltozatok akár egy koron belül, különböző területeken, akár korok között eltérhetnek egymástól, ettől még a különböző beszélők egyformán helyesen beszélik a nyelvüket. Bár azt szoktuk mondani, hogy nem létezik a többi nyelvváltozatnál jobb, minőségileg jobb nyelvváltozat, azt minden esetre el kell ismerni, hogy van olyan nyelvváltozat a legtöbb nyelven belül, amely sok szempontból hasznosabb, jobb eredményekre vezethet a használata, mint a többié. Ezt nevezhetjük irodalmi nyelvnek, vagy standardnek, teljesen mindegy az elnevezése. A lényeg az, hogy van olyan nyelvváltozat, amelynek a használata bizonyos típusú helyzetekben kvázi társadalmi elvárás. Ezért aztán, bár azt mondjuk, hogy a nyelvváltozatok ekvivalensek, használati érték szempontjából egy-egy kontextusban van, amelyik jobbnak bizonyulhat. Például, ha én szeretnék televíziós bemondó riporter lenni, valószínűleg nagyon hasznos lenne, hogyha jól beszélném a művelt magyar köznyelvet, a magyar standardet, az irodalmi magyart. Ha viszont például egy kocsmát terveznék nyitni, és én lennék a kocsmáros pultos, akkor nagyon fontos lenne, hogy a helyben élő embereknek a nyelvváltozatát beszéljem, mert ha én ott irodalmi magyarral szólítom meg a törzsközönséget, akkor lehet, hogy kevesen jönnek az én kocsmámba. Ha össze akarjuk foglalni az elhangzottakat, akkor nagyjából a következőket mondhatjuk. Egyrészt a magyar nem számít kisnyelvnek a maga 13 millió anyanyelvű beszélőjével. Az élmezőinek a második felében helyezkedik el, talán ez a leghelyesebb kifejezés. Másrészt azt is mondhatjuk, hogy akár a magyarban, akár más nyelvben végbe menő nyelvi változások természetes velejárói a nyelv életének. Nem kell félnünk ettől, nem kell megijedni attól, hogy a különböző korcsoportok másképp beszélnek. Ez így volt a nagyapáink, ükapáink idejében is, ők is átélték ezt a nyelvi változást a maguk idejében. Harmadrészt, ahogy a különböző korokban beszélt nyelvváltozatok nem különböznek egymástól minőségben, úgy az egykorban beszélt különböző nyelvváltozatok, dialektusok, akcentusok sem jobbak vagy rosszabbak egymásnál. Ahogy az előadásom elején említettem a foci hasonlatot, az összefoglalásban azt is elmondhatjuk tehát, hogy ahogy a foci esetében nagyon sokan gondolják azt, hogy értenek hozzá, úgy a nyelv esetében is sokan úgy gondolják, hogy szakértő véleményt mondhatnak róluk, ám ha jobban megvizsgáljuk a helyzetet, azt találjuk, hogy mindkét esetben sokkal kisebb a valóban hozzáértők száma, és a laikusok véleménye általában jelentősen eltér attól, amit egy tudományos vizsgálat kimutatna.